Itt van egy kórus rész, ez kézirat, ez tőlem van. De vicces. És itt van az ultramodern dekoratőrnek, az énekszólalmának egy része, akkor ezeket így megmutatom. Ez itt van, ez az én írásom. 77-ben ismertük meg egymást, mégpedig oly módon, hogy én 77-ben jöttem ki az akkor még kötelező sorkatonai szolgálatból. Egy év után, főiskola után vittek be, és akkor két nagyon érdekes telefon talált meg engem. Az egyik az a Kőszegi Imre volt, akit már ismertem korábbról, a fantasztikus, legendás jazzdobos, akivel már így sessionökön, sőt, korábban játszottunk, azt hiszem, alkalmi zenekarokban. Ő keresett meg, és ő hívott el a zenekarába, a Kőszegi Grupba, és tulajdonképpen valahogy ehhez kapcsolódott is párhuzamosan, hogy Kisfaludi András, aki a Kex zenekarban is dobolt, ő ajánlott be a Kovásznaihoz, aki akkor készült egy egész estés zenés animációs filmet készíteni, hogy esetleg mi találkozhatnánk ennek kapcsán. A Kovásznai Gyuri adott nekem egy forgatókönyvet, és adott nekem a forgatókönyvben ilyen készen leírt szongszövegeket, és mondván, hogy én azokra csinálok néhány szongot a filmből, és 4-5 ilyen zenét, dalt csináltam a vázlatot, elég vázlatosan, amik neki nagyon tetszettek. A figurákat megkaptam különböző rajzokon, ilyen celeken, és a Gyurival időről időre találkoztunk és beszélgettünk, és bizonyos dolgokat próbáltunk eldönteni. Például az is érdekes dolog, hogy itt ugye arról volt szó, hogy először elkészítjük a zenét, majd igaziból arra mozgatják, animálják a filmet. Hiába voltak meg a figurák, az egész film azután készült, hogy különböző blokkokban elkészítettem a zenéjét. Az animációs, a mozgási folyamatokban nem folytam bele, de mondjuk láttam helyszíneket ugyanilyen módon megkaptam, sőt az én akkori egyik bérlakásom az volt az Anninak egyik ablaka, hogy kitekint, az ott volt a Kelenföld közelében, Villányi Karolina sarkon. Csak most, Anni, most miért vagy ilyen, hogy nem jössz el? Bocsáss meg! Kérlek, bocsáss meg! Másfelől azt tudom mondani, hogy a Kovásznai Gyuri sem pontos, tehát nem voltak pontos követelései vagy kérései, amiről nagyon gyakran beszéltünk, hogy a történet miatt is ez valamilyen módon legyen meglehetősen pesti az attitűdje ennek az egész filmnek. És mivel nem kért konkrét dolgokat tőlem, csak annyiban maradtunk, hogy legyen ez egy pesti történet, ezért én is elengedtem a fantáziámat, tehát a kuplét jazz darab követte, erős funky beütések, legkülönbözőbb dolgok szólnak, néha bizonyos ilyen alapstruktúrákra, én improvizáltam a helyszínen dolgokat, énekhanggal, meg szintetizerekkel, meg zongorával, tehát, hogy elengedtük magunkat. Istennek hála, mondom így utólag. Egy férfi ismeretlen egy kérdője fog itt belépni mentem. Csókolom a kezét. Jaj, özvegy doktor jelenti benne guzni lakás. Jaj. Igen, kérem, mi tetszik? Azt nem tudom, hogy vagy a korabeli kritika, vagy a forgalmazó, viszont nem találta annyira izgalmasnak, mert meglepetve vettük észre, hogy kvázi ez a film a maga idejében tulajdonképpen mondhatjuk, hogy megbukott. És azt se tudom, hogy mennyire jutott el a közönséghez ez a dolog, de azt tudom, hogy az animációs szakmában ez egy etalon lett. Tehát egy generációk nőttek fel rajta, tehát akik később nagyon komoly dolgokat csináltak, mint például a 8 kert, azok ezt, mit tudom én, 28-szor nézték meg ezt a filmet, filmklubokban vetítették engem, aztán már jóval-jóval később, 10 évekkel később szintén meghívtak ilyen beszélgetésekre, vetítések után, tehát tulajdonképpen ez egy, hát most mondjuk azt, hát oly sok minden, mint megelőzte a korát.
van elszabad késni, nem dorgál meg a jegyszedő, s egy színházi felvonás végén még tapsolhat kikésve jő. A mező a tavaszra várva elszundikál a hó alatt, oly türelmes az és a nappal, oly lassan száll a hold a nap. Nekem ez volt az első munkám, tehát én mindig úgy tekintek arra, hogy ez volt az első ilyen gyerek, amit így a, mint filmzeneszerző az útjára bocsátottam, tehát mindenképpen minden olyan dolgával együtt, amit ma esetleg már másképp csinálnánk, úgy tekintettem rá, hogy hát azért ez egy nagyon kalandos munka volt, képileg is, hangilag is, ráadásul azt tudtam, hogy ugye lehet, hogy a saját korában nem aratott sikert, hogy enyhén fejezem ki magam, utána végül is ez egy ilyen, abszolút egy ilyen kultfilm lett. És ez talán nem véletlen.